Szentlélek nevében, az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket az évközi harmadik vasárnapon, Isten igéjének vasárnapján. Külön szeretettel köszöntöm a Tolnatáj Televízió nézőit, akik a közvetítés által kapcsolódnak be közös imádságunkba, szentmisénkbe. Ezt a mai szentmisét Sipos Imre testvérünkért ajánljuk fel, aki döbrököközi származású és a közelmúltban hunyt el Budapesten. Közös imádságunkkal ajánljuk őt megváltó Jézusunk irgalmas szeretetébe. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg vétkeinket, hogy tiszta lélekkel méltóképpen ünnepelhessük Urunk szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg vétkeinket, és vezessen el az örök életre. Oh.
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, irányíts tetteinket tetszésed szerint, hogy szent fiad nevében minél több jót tegyünk, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Nehemiás könyvéből. Azokban a napokban, amikor a zsidók visszatértek a babiloni fogságból, az egész nép egy emberként összegyűlt a vízkapu előtti téren. Akkor Ezradás pap a gyülekezet elé tárta a törvényt, a férfiak, a nők és mindazok elé, akik meg tudták érteni. A hetedik hónap első napja volt. A vízkapu előtti térségen reggeltől délig felolvasott a férfiaknak, a nőknek és mindazoknak, akik meg tudták érteni. Az egész nép figyelt a törvénykönyvére. Ezradás írástudó felállt egy erre a célra készített faemelvényre. Kinyitotta a könyvet az egész nép szeme láttára, magasabban állt ugyanis, mint a nép, s amikor kinyitotta, az egész nép felállt. Akkor Ezradás áldotta az Urat, a Nagy Istent, s az egész nép felemelt kézzel ráfelelte. Amen, amen. Majd mélyen meghajoltak, és a földre borulva imádták az Urat. Ezután felolvastak az Isten törvényének könyvéből, tagoltan, megmagyarázva az értelmét úgy, hogy meg is értették, amit felolvastak. Akkor Nehemiás, a kormányzó, Ezradás, a pap és írástudó, valamint a leviták, akik az egész népet tanították, így szóltak az egész néphez. Ez a nap az Úrnak, a ti isteneteknek van szentelve. Ne szomorkodjatok hát, és ne sírjatok. Amikor ugyanis a törvény szavait meghallotta, sírt az egész nép. Azután így szóltak hozzájuk. Menjetek, tartsatok ünnepi lakomát. Küldjetek belőle azoknak is, akik nem készítettek. Ez a nap ugyanis szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, hiszen az Úrban való örvendezés a ti erősségetek. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből.
Testvéreim, a test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy lélek által. Mindannyiunkat egy lélek itatott át, mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai. Ez az Isten igéje. Isten. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utána járjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletre méltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatóak azok a tanítások, amelyekre oktattak. Abban az időben Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, híre elterjedt az egész környéken, tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla. Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki, szétbontotta a tekercset, és épp arra a helyre talált, ahol ez volt írva: az Úr lelke van rajtam, fölkent és elküldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem, elérkezett az Úr esztendeje. Összetekerte az írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött, ő pedig elkezdte beszédét: ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Názáret, ahol Jézus nevelkedett, élt, egészen nyilvános működésének kezdetéig, egy kicsiny és jelentéktelennek tartott település volt Jézus korában. És mégis, talán éppen kicsinysége és jelentéktelen volt amiatt, innét indult ki a remény, Isten messiási ígéreteinek beteljesedése. Hiszen innen származott Jézus, akit életében mindvégig Názáretinek neveztek.
A mai evangéliumi történetben arról hallottunk, hogy Jézus fellép nyilvános működésének kezdetén, itt Názáretben, a zsinagógában, ahol felolvassa Izajás próféta jövendőlését, és magára vonatkoztatja, személyére és küldetésére vonatkoztatja azt. Szent Lukács evangélista egy rövid történeti bevezetővel kezdi erről a történetről szóló tanúságtételét, és ezáltal azt akarja világossá tenni az evangélista, hogy mindaz az esemény, amit elbeszél Jézusról, valóságos történelmi esemény. Beleilleszkedik ennek a világnak történetébe, konkrét valóságába. Nem a mítoszok időtlen világához, hanem emberi történelmünkhöz tartozik. Abban az időben kezdi tanúságtételét a bevezetés után az evangélista, Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és szokása szerint Názáretben szombaton bement a zsinagógába. Szokása szerint, vagyis az üdvözítő hűséges a választott nép hívő közösségéhez. Rendszeresen újra és újra részt vesz a zsinagógai istentiszteleten, együtt imádkozik és hallgatja, vagy éppen mint a mostani történetben, felolvassa Isten igéjét a Szentírásból. Ezúttal Jézus Izajás próféta könyvéből olvas fel, prófétának azokat a szavait idézi, amelyeket Izajás eredetileg saját küldetésére vonatkoztatott, de amely előképe lett a messiási várakozásnak, és Jézus világossá teszi mindez az ő személyében és küldetésében valóban beteljesedett. Ma beteljesedett az írás, mondja, amelyet az imént hallottatok. De mi is teljesedett be Jézus személye és küldetése által? Az Úr lelke van rajtam, ezzel a kijelentéssel kezdi az izajási szöveg idézését Jézus. S ő valóban elmondhatja magáról, hogy az Úr lelke van rajta, hiszen teljesen betöltötte őt Isten szent lelke, és a lélek erejéből viszi véghez küldetését, hogy beteljesítse Isten ígéretét, ő legyen az, akiben megvalósul az Emmánuel, vagyis velünk az Isten, hogy megváltást ajándékozzon mindannyiunknak. Az Úr fölkent engem, és elküldött, folytatja, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Jézus tanítása örömhír. Isten országának, szeretet uralmának elérkezéséről szóló örömhír, amelyet a szegényeknek hirdet. És itt a szegények kifejezés nem a szó elsődleges értelmében valósul meg. Az evangélium nem azokat nevezi elsősorban szegényeknek, akik anyagi javakat nélkülözve kénytelenek élni, hanem ez a szegénység lelki értelemmel bír. Mindazok szegények az evangélium értelmében, akik felismerik emberi életük törékenységét és megajándékozott voltát, akik lemondanak az önteltség gőgéről, arról, hogy azt képzeljék, teljesen elegek önmaguk számára. Szegények mindazok, akik felismerik, hogy végtelenül rászorulnak Isten gazdagságára és ajándékozó szeretetére, hogy igazi gazdagságuk a végtelen Isten kimeríthetetlen szeretete.
Jézus örömhíre tehát mindannyiunknak szól. Ha a hit fényében felismerjük, hogy legmélyebb vágyunk Isten felé irányul, a végtelen gazdagság és szeretet Istene felé. Azért küldött el az Úr, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, folytatja Jézus Izajás próféta szavainak idézését. Jézus valóban azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak, s nem pusztán azoknak, akik börtönben sínlődnek, még csak nem is elsősorban azoknak, akiket igazságtalanul tartanak fogva, hanem mindazoknak, akiknek szabadulniuk kell, akik szabadulni vágynak a bűn rabsága, a kísértő oly sokféle módon megvalósuló szorongatása alól. Jézus mindannyiunknak szabadulást hirdet, akiket fogva tart, akiknek szívét, lelkét megbilincseli a bűn, és annak oly sokféle megnyilvánulási formája. Hisz ő azért jött, hogy legyőzze a bűnt, és következtében a halált, hogy valóban mindannyiunk szabadítója legyen. Jézus látást is hirdet a vakoknak. A hit fényében való új látásról van itt szó, mint ahogy Jézus küldetése új életet is ajándékoz az embernek. A hit fényében, Krisztusban újjászületve, az ember egészen másként tudja szemlélni, látni a világot, környezetét, és benne önmagát, Istennel és embertársaival való kapcsolatát. A hit megnyitja lelki szemünket, hogy helyesen jól lássunk, hogy a lényeget lássuk, és így szemléljük egész életünket, önmagunkat is. Jézus azért jött, hogy szabaddá tegye mind az elnyomottakat, és hirdesse, elérkezett az Úr esztendeje. Isten kegyelmének esztendeje az eredeti prófétai szövegben a szombat évre utal, a hetedik esztendőre, amelyet Istennek kellett szentelni, s amelyben vissza kellett, hogy álljon az igazságosság rendje, a szeretet valósága, amelyben mindenkinek szabadulni kellett, hogy minden ember, a választott nép közösségének minden tagja egy újrakezdett élet lehetőségét, esélyét kapja meg minden szombat évben. Jézus viszont az Úr kegyelmének azon esztendejét hozta el, amely már nem csak egyetlen évről szól. Ő a végleges és végérvényes szabadulást ajándékozza a benne hívőknek. Az Isten kegyelmében való újjászületés új esélyt arra az életre, amely már romolhatatlan, hiszen az üdvösség felé tart, sőt, már kezdete az Istentől ajándékba adott üdvösségnek. Jézusban beteljesedett az írás. Közénk jött Isten szeretetével, hogy megszabadítson és üdvösséget ajándékozzon. Szeretete a hit válaszát várja mindannyiunktól. Arra hív bennünket, hogy a názáretiekkel ellentétben mi ne botránkozzunk meg Jézus kijelentésén, miszerint beteljesedett az írás személyében, hanem tudjunk valóban hinni benne. Elhinni, hogy ő a Messiás, mindannyiunk életének megváltója,
s hogy a hitben életünk boldog és örök életünk lehessen. Amen. Hiszek az egy Istenben, Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kénhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallom az egy kerességet a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Jézus, a mi tanítómesterünk, kérjük segítségét, hogy tanítása ne legyen számunkra hiába való. Add, Urunk, hogy tanításod terjedjen az egész világon, és találjon készséges hallgatókra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg egyházadnak, hogy egyre inkább gyarapodjék a hitben és a Szentírás ismeretében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a Krisztusba vetett hit vigasztalást adjon a szomorúaknak, világosságot a tudatlanoknak, bűnösöknek pedig lelki megtisztulás kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a proféták jövendőlései a boldog messiási időkről mindnyájunk életében valóra váljanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy halottai színed látására eljutva örvendezzenek neked megváltójuknak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istennek egyszülött fia, te halhatatlan vagy, de üdvösségünkért a boldogságos Szűz Máriától testet öltöttél, emberré lettél és kereszthalált szenvedtél. Üdvözíts minket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Thank you.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, fogad atyai szeretettel és szenteld meg áldozati adományainkat, hogy megszerezzék számunkra az üdvösséget Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, szeretett fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ki megszámva a tévejgő embert, világra született a szent szűztől, majd kereszt halála által az örök haláltól megmentett minket, és feltámadva a sírból örök életet ajándékozott nekünk. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónot körül álló égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkerettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népek kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed előtt álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet, elhunyt Imre testvérünket, akiért te szentpis áldozatot felajánljuk, és mindazokat, akik kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogad be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, ezért imádkozzuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnk dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással, legyen békesség. Thank you.
Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
könyörgjünk. Kérünk mindenható Istenünk, add, hogy éltető kegyelmed erejéből mindig boldogan szolgáljunk neked, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a héten, pénteken reggel 8 órakor lesz szentmise. Jövő vasárnap, az évközi negyedik vasárnapon, a szokott időpontban délelőtt 11 órakor lesz szentmise, amelyet Erdősi Ferenc testvérünkért ajánlunk fel, halálának 42. évfordulójára emlékezve. Holnap hétfőn este 17:30 órakor első áldozói szentségfelkészítő hittanóra lesz itt a plébánián. Felföldi László püspökatya meglátása, hogy mai nehéz korunkban azokban a családokban öröklődik, illetve marad meg a keresztény hit, ahol a férfiak, az apák gyakorolják rendszeresen vallásukat. Ezért püspökatya szándéka, hogy a férfiakban erősítsük a hitet, összefogjuk őket, mind a plébánia közösségek, mind az egyházmegye szintjén. Ezért szeretettel hívunk és várunk, várjuk a férfi testvéreket egy 4 alkalomból álló püspök úr és munkatársai által megszervezett férfi találkozóra, melynek második alkalma a Dombovári Művelődési Ház pinceszínházában lesz, mégpedig most pénteken este 6 órakor. Szeretettel várjuk tehát férfi testvéreinket pénteken este a Dombovári Művelődési Házba. Mindenkinek áldott vasárnapot kívánok. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, mondjunk áldást az Úrnak.